Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. 2023-ra elmondhatjuk, hogy kinőttük a városokat, egyszerűen nem fér be több autó. Emiatt az emberek átültek mindenféle elektromos mikromobilitási eszközökre, rollerekre, egykerekükre, szegvélyekre, tudom is én. Ha szétnézünk az utcán, valószínűleg percenként 5 elektromos gezemice szembe fog jönni. Szerintem ez szuper, hiszen minden egyes ember, aki egy villanyrolleren közlekedik, az egy olyan ember, aki nem ült be egy autóba. Ennél fogva az, akinek mindenképpen autóval kell mennie, mert mondjuk szállít, vagy mesterember, vagy esetleg több embert hordoz munkajelleggel, az könnyebben tud közlekedni, hiszen kevesebben vannak az utakon, meg úgy általában jobb a város levegője, meg jobb az egész közlekedés, hogyha nem ül autóba az, akinek nem muszáj. Hát hangsúlyozom, szerintem az elektromos mikromobilitás egy ilyen szempontból szuper dolog. És akkor itt most jön a nyomasztó nagy de. A 24.hu cikke szerint mostanra 80-100 000 elektromos mikromobilitási eszközt használunk, és elnézést ezért a nagyon modorosnak és cirkalmasnak ható elektromos mikromobilitási eszköz megnevezésért, de tényleg annyiféle ilyen eszköz van, hogy nem tudjuk azt mondani rájuk, hogy villanyroller, mert az nem írja le megfelelően a kategóriát, hiszen van bennük 1-2-3 kerekű dolog is, tehát muszáj valamilyen befoglaló nevet találni nekik, még hogyha ez ilyen fájdalmas is. Mivel ezek az eszközök ilyen mennyiségben vannak jelen, sajnos elkerülhetetlen a szabályozásuk, hogy csak egy egyszerű példánál maradjunk, mondjuk egy 3 kW teljesítményű roller, azért nem annyira nagyon egészséges, hogyha a járdán közlekedik, aztán ott van, hogy valahogy biztosítást kéne kötni ezekre, ha baleset történik, akkor a rendőrségnek valahogy felelősségre kéne vonni a használókat, tehát nem egyszerű a sztori, különbséget kell tenni játékok, közlekedési eszközök és hobbitárgyak között, viszont annyi ilyen eszköz jelenik meg, és olyan sok fajta, annyira eltérő működési móddal, hogy ez a törvényalkotókat nehéz helyzetbe hozza. Franciaországban szabályozás ezekre az eszközökre már 2019 óta létezik, nálunk Révész Máriusz azt ígérte tavaly, hogy 2023 első felében végbe fog menni a jogszabálymódosítás. Most ez nem történt meg, a 24.hu megkeresésére az illetékes minisztérium azt válaszolta, hogy szakemberek és iparági szereplők bevonásával megkezdték az előkészítést, ez jelenleg is zajlik, de nem tudjuk, hogy még hol van a vége. Nagy vonalakban azt lehet mondani, Révész Máriusz szerint, hogy az elektromos mikromobilitási eszközök az elektromos rásegítésű kerékpárokhoz hasonló szabályozás alá fognak esni. Hogy miért ennyire összetett ez a feladat, ezt szerettem volna egy kicsit körbejárni, tehát meghívtam dr. Erberling Bálintot, aki egy közlekedési ügyekkel foglalkozó ügyvédi irodánál dolgozik, és vele fogjuk átrágni magunkat azon az elképesztő gordiuszi csomon, hogy miért olyan bonyolult ezeket a járműveket egyetlen bekategorizálni. Iratkozzatok fel a Check Engine-re, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is! Miért van szükség egyáltalán az elektromos rollerek szabályozására, és ha már itt tartunk, akkor azt kicsit azt is érdemes megfejteni, hogy mi az az elektromos roller, hiszen befoglaló nevén így nevezzük ezeket, de rengeteg különböző felépítésű és jellegű gépről beszélünk. Ugye elárultam azt, hogy mi már más témában egyeztettünk anno, és amikor feldobtad ezt a témát, akkor azt mondtam, hogy elektromos roller, mit tudunk róla beszélni, hát nincsen szabály rá. És mivel belevetettem magam itt a tanulmányozásba, azt vettem észre, hogy kérdés szül, és ki lehet mondani, hogy a mai világban, tehát nem csak az Európai Unióra beszélek, hanem az USA-ra is gondolok, igen nagy a káosz, és itt van egy olyan terület, aminél el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy akarjuk-e szabályozni. Ha feltettük így a kérdést, akkor nyilván akarjuk, tehát a jogalkotó, és mi a dolga a jogalkotónak, érzékeli a világnak a gyorsulását, érzékeli nevezetesen azokat az eszköztípusokat, amiket már tudunk követni. Segway, elektromos roller, egykerekű gördeszka, magától működik, vagy emberi hajtással is működik, vagy a kettő együtt. És akkor érzékeljük azt, hogy a közutakon akár az autó mellett feltűnik egy ilyen, a gyalogos szegény meg át akar kelni a zebrán, és akkor ott van a baj, tehát szabályozni kell. Egy pillanat. Szerintem nagyon fontos, hogy két oldalról nézzük ezt az egészet. Ugye van az államaparátus, ami nyilván szeretné akár bizonyos csoportok jogainak csonkításával is elérni azt, hogy a közjó az, nagyon jó kérdés, az közelebb kerüljön a megvalósuláshoz, tehát hogy mindenki jól érezze magát, de nézhetjük a rolleresek irányából is, akik kaptak egy olcsó, megbízható, egyszerű,
kompakt közlekedési eszközt, most tekintsünk el attól, hogy hány kereke van és milyen felépítésű, amivel ő azt a 4-5-6 kilométert nulla költséggel meg tudja tenni a munkahelyére. Tehát jó, az állam részéről jogos a szándék, a userek részéről pedig jogos az igény, hogy hagyják már őket békén. Na most idővel ugye átszakad egy gát, mert hogy nagyon sok jelenik meg belőlük, lesznek balesetek, lesznek vitáskérdések a közlekedésben, a kresszértelmezésben. Ez a gát átszakadás szerinted már megtörtént, vagy még ennek előtte vagyunk? Szerintem megérkeztünk. Minő érdekes, hogy nem tudunk most konkrét jogszabályokat előhúzni, pont ezért ilyen mankókhoz kellett visszanyúlnom, tehát én visszamentem odáig, és most nem akarok jogászkodni, de amikor jogalkalmazók vagyunk, tehát ha most kimegyünk az utcára, és elkezdünk rollerezni, akkor lehet, hogy meg fog állítani a rendőr. És felvetődik a kérdés, és a jogalkotónál abszolút felvetődött, hisz tudjuk, hát cikkeket olvasgatunk, legutóbb egyébként májusi hírünk van, de én még nem láttam. Irodában többen ráálltunk arra, hogy keressük meg azt a tervezetet, látunk híreket, látunk szabályozási koncepciót, tehát a jogalkotó foglalkozik vele. Én most nem szeretek jogszabályokat mondani, de a jogalkotási törvényből kimásoltam egy mondatot, ami abszolút adja a te felvetésedet, és akkor bocsásson meg mindenki, hogy ilyen szó szerint idézettel, de nem fogok senkit terhelni. A jogszabály előkészítőjének a feladata, hogy a jogalkotás elmaradásának várható következményeit mérlegelje, és a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével akkor tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Tehát mindenképpen azt érzékeljük a hétköznapokban, hogy itt valamit kell ezzel kezdeni. Mindenki tudja, hogy a roller egy olyan eszköz, amire vannak is szabályok, meg nincsenek is, meg látunk olyan, vagy tapasztalunk olyat is, hogy ugyan nincsenek szabályok, mégis születnek bírósági ítéletek, már Kúria is foglalkozott vele, és rollerrel simán tudok majd konkrét esetet mesélni, konkrétan rollerrel le lehet követni olyan szabálysértés, amit talán lehet, hogy nem is tudja az ember, hogy éppen belesétált, vagy belegurult elektromos rollerrel egy olyannal, olyanba, ami törvénybe ütköző. Tehát megérkeztünk, hogy a felvetésedre pontosan rangáljak, igenis foglalkozni kell, és igenis mérlegelni kell. Mit kell mérlegelni? Közlekedünk, A-ból B-ben mozgunk, ugye? A mozgás lehet többféle típusú, a klasszikus ugye autó, akkor vannak különböző régi bevett kerékpár, és ami nyilván a kressz és mindenféle jogszabály által könnyen kezelhető, és valóban megérkeztek, és azt is ki lehet talán mondani, hogy lehet, hogy számíthatunk arra, hogy évente 3-4 olyan új típusú elektromos, hibrid, akármilyen eszközzel fogunk találkozni, amire azt fogjuk mondani, hogy hú, adjunk neki nevet, hú, helyezzük el valahova a gyakorlatban, szabályozni kell. Hogy tapasztalod a te munkádban, hogy csapódik ez le a te munkádban? Te ugye egy ügyvédi irodában dolgozol, sok közlekedési ügyen foglalkoztok, kirajzolható valamiféle tendencia a mikromobilitási eszközökhöz kapcsolódó ügyekben, hogy nő a számuk, stagnál a számuk? Abban rajzolódok ki, és ezt múltkor egy szabálysértés ügyben, kvázi perbeszédben meg is említettem, mi javarészt közlekedési büntető joggal foglalkozunk, gondolok itt az ittas vezetésre, gondolok itt a közúti baleset gondotlan okozásával, és sokszor keresik meg az irodát szabálysértési ügyekkel kapcsolatban. A szabálysértési ügy a klasszikus egyetemi tudományok szerint is a büntetőjog kicsiben. Nem nagyon járunk el szabálysértési ügyben, mert sokszor az ügyfelek egyedül megcsinálják, felkészülnek, nyilván kisebb a tét. Ellenben most pont ilyen témakörben volt olyan, és mosolyogtam is magamban, hogy egy elektromos rollerrel kapcsolatos szabálysértési tárgyaláson konkrétan komolyabb érveléstechnikát hozott fel mind a rendőrség, mind a védelem, tehát itt vissza kell menni egyetemi alaptételekre és büntetőjogi szabálysértési alaptételekre, alapelvekre, hogy mi az, amit szabályozunk, mi az, ami büntetendő, ha büntetendő, akkor hogy alkalmazok a jogszabályt, mert mindenki érzékeli, és azt gondolom, hogy egy őszinte érett bíró ki ismeri mondani, hogy lehet, hogy az én ítéletem ilyen, és lehet, hogy Siófokon egy másik bíró ugyanerre a történetre más ítéletet fog hozni. Ki kell, hogy alakuljon a gyakorlat a mostani szabályozás nélküli rendszerben, és várjuk meg a jogszabályt, és akkor mennyivel egyszerűbb lesz az életünk. Most, hogy tisztáztuk az alapokat, hogy miért van erre szükség, szerintem onnan kéne elindulnunk, hogy mi az, amit jelenleg tudunk. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy követhető legyen a beszélgetés, hivatkozzunk most tényleg az összes ilyen eszközre rollerként, okay. És hogy mik azok a meghagyások és szabályozások, amik jelenleg elérhetőek, jelenleg léteznek, és amik jelenleg valamiféle bekategorizálásra, nem is tudom, támpontot adnak. Ez a 25 km/h és társai, ami... Hogyan szabályozzunk? Mi az, amit jelenleg tudunk, és majd utána menjünk át arra a területre, hogy mi az, ami kihívás és kérdéses.
Hogyha vad és egyszerű választ akarnék adni, akkor azt mondanám, hogy most nem tudunk semmit, mert bizonyos országoknak látjuk a kialakuló gyakorlatát, ugyanakkor a magyar jogrendben, ha a kreszt felcsapjuk, a kreszt ugye ugyanúgy egy hatályos, kötelező erejű jogszabály, akkor a kresztben a roller szót nem fogjuk megtalálni. A gyűjtőkategóriára visszacsatolva, én is osztom nem a gyűjtőkategóriára. Én még emlékszem, hogy amikor csináltam a jogosítványt 15 éve, meg amikor csináltam a nagymotorjogosít 3 éve, meg van nyitva a laptopon a roller, lehet, hogy rácsekkolunk. Szénnél szivattak egy tengelyes két nyomon haladó kézikocsival, és az van, de roller nincs. Bizony. Elavultak lesz ilyen tekintetben, mondhatjuk? Megint látod, olyan alapelvekre térünk vissza, nem véletlenül a jogalkotási törvénnyel készültem részben, hogy vannak bizony, régen még ugrok, még távolabb, régen pár darab jogszabályal el lehetett éldegélni ebben az országban. Volt egy polgári törvénykönyvünk, volt nyilván az államigazgatás, volt büntető törvénykönyv, meg nyilván voltak ágazati jogszabályok. Érzékelhető, hogy a mai felgyorsult világban, sem akarok ilyen közhelyeket puffogtatni, de a mai felgyorsult világban a jogalkotónak nincs egyszerű helyzete, mert egyre bonyolultabbá válik minden, és hogyha leszűkítjük, akkor itt is kapásban egy gyűjtő kategóriába gondolkodunk, hogy e-roller. Az e-roller már kapásban nem mondhatjuk, hogy gyűjtő kategória, mert már most mondhatjuk, hogy 3-4-5-6 féle ilyen eszköz van. Ergo fel van dobva elég erősen a jogalkotónak a feladat, hogy ezzel valamit kell kezdeni, ergo le kell szabályozni. Elavult a jogszabály? Bizonyos szinten elavult a jogszabály, mert egy ideig egy jogszabály így toldozgatható, ergo azt mondod, hogy van egy per 3-as, és akkor csinálunk még többet. Aztán van egy olyan túlbonyított mai helyzet, amikor nem tudsz csak úgy beleírni sorokat, mert mit írunk bele, milyen sort? Vagy meg beleírjuk, hogy e-roller? Mi lesz az e-roller? Annak kell valamilyen kategóriát adni. Azt ki lehet mondani, csak nehogy azt érzékeljük, hogy nincs jogszabály, ennek ellenére, pontosabban nincs nevesítve az e-roller, ennek ellenére bírói gyakorlat van, mert ugye ezt a kettőt sem tudnánk összerakni. Hogy állhat ez össze, ha nincs? Bocsánat, aki sok amerikai filmet néz, a bírói gyakorlat nem megfeleltethető a precedens jognak, mert az nincs Magyarországon. Hát erre is egy hosszú előadást lehetne tartani. Szigorúan véve a magyar jogrendben nincsen precedens jog, ugyanakkor pont a jogszabályok módosítása, a jogszabályok alkalmazása, a bírói gyakorlat hoz egy olyat, hogy amikor mondjuk egy siófoki bíróság, vagy egy pesti központi kerületi bíróság ugyanarra a történetre teljesen szög ellentétes ítéletet hoz, akkor nyilván a jogbiztonság miatt kell ezzel valamit kezdeni. Ergo sok esetben a kúria jelen esetben van a 2022-es évből olyan kúriai bírósági határozatunk, pontosan egy kúriai ítéletre alapozott kúriai döntésünk, ami segítséget ad ahhoz, hogy a bírák például az ittasan elektromos rollert vezető személyt felelősségre tudják vonni büntetőjogi szempontból. Nagyon érdekes, és ennyire ne vegyük előre, de ez az alkoholfogyasztás, ez külön érdekes lesz majd, amikor odaérünk, de akkor ezután a kis kurfli után akkor tényleg, hogy azt mondtad, hogy semmit nem tudunk, de azért valami tempont mégiscsak kell, hogy legyen ezeknek a járműveknek a besorolásánál. Ha jól sejtem, amúgy már ez is nehézségbe ütközik, hiszen ez gyakran nem nagyon ismert távol-keleti gyártóktól érkezik, akik nem feltétlen mellékelnek tanúsítványokat, konformiti papírokat és egyebeket a termékeik mellé. Ez a vásárlónak valószínűleg előnyös, hiszen nem kell kifizetnie ezeket az eljárásokat és a hozzá kapcsolódó díjakat, amiket a gyártó beépít a termékébe, ellenben a jogalkotót még mélyebbre löki a sötét erdőbe, ha jól sejtem. Ezáltal én is belöktem magamat a sűrűjébe, hisz ha megnézzük megint csak jogalkotás, ha megnézzük, hogy mit akarunk szabályozni, akkor először is meg kell mondanunk, hogy mik azok az eszközök. Gyűjtő kategóriába be tudjuk csomagolni? Csomagoljuk be. Mondjuk azt, hogy a Segway, elektromos roller ugyanaz a kategória. Akkor el kell kezdenünk azon gondolkodni, jogalkotói szinten, hogy ezek járművek. Ha most a magyar jogszabályi felhozatalt nézzük, akkor a kreszt is megfogalmaz a jármű kategóriáját, a forgalomba helyezéses köhémrendelet, sokan ismeri köhémrendeletnek szoktuk becézni, és meghatároz egy jármű kategóriát. Vannak Európai Uniós szabályok, és talán a BTK is nyilvánvaló a jármű kategóriát valahogy meghatározza. Azt ki lehet mondani, hogy ezek nem koherensek, és egyébként az általános érvény mindig a kreszben van. A kreszben ma pont ez okozza a nagy problémát, hogy a jármű, azt gondolom, azon nem szabad vitatkozni, hogy az elektromos roller az mindenképpen jármű. Ezen azt gondolom, hogy senki, bár volt idő, amikor vitatárgyát képezte. Itt az a nagy kérdés mostani értelmezéseknél, hogy az elektromos rollert
kerékpárnak minősítjük, vagy segédmotorkerékpárnak minősítjük, nagyon nem mindegy. Pont a felütésedre vissza, most akkor 25-en mehetek vele, mehetek járdán vele, mehetek közúton vele, kell-e bukósisak, bicikliút. Alkoholfogyasztás? Alkoholfogyasztás, és még sorolhatnánk, és még nem tartunk ott, hogy mi van, ha baleset van. Kötelező biztosítás és egyébek. Erről is majd tudok, mert ezzel is készültem. Tehát ezt a kategóriát majd valahogy pontosítani kell, és szabályokat kell alkotni. Hogy is próbálkozik ezzel a világ, visszacsatolva 25 km/h? Ha azt mondjuk, hogy meghatároztuk a járművet, akkor milyen szabályozás technikákat a korosztályhoz kötjük? Tempóhoz kötjük? Sebesség kilowatt órához kötjük? Felteszem, ha tempóhoz akarnánk kötni, az mondjuk problémás, mert mondjuk azt, hogy essen egy kategóriába a biciklivel. De a biciklinek ugye nincs korhatára. Tehát ha az én másfél éves fiam tudna biciklizni, akkor a járdán ott terelgethetném magam előtt. Ellenben egy 25-tel haladó rollerre egy másfél éves gyereket azért mégsem lehet felültetni, ami egy probléma kapásból. Vagy... Ha azt mondjuk, hogy a tempó mellett még beviszünk egyéb feltételeket, akkor a végén lehet, hogy és megint csak visszacsatlakozva az előző, akkor most kinek akarunk jót? A rollereseknek akarunk nagy szabadságot adni? Vagy meg akarjuk védeni a közlekedő társadalmat? Tehát itt kell ezeket majd súlyozni. Engedjük-e az elektromos rollereseknek azt, hogy a járdán közlekedjenek? Ha kerékpárosnak minősítjük, kerékpáros tudtommal közlekedhet abban az esetben, ha nem zavarja a gyalogos forgalmat 10 km/h. Ezen meglepődtem, nem tudtam, megmondom őszintén. Abban az esetben, hogyha a közút a járda mellett alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre. Így, nagyon profin felsoroltam minden feltételt, így van. Ehhez képest pont elnap gondolkodtam, aki hétköznapi szinten használja a bringát, akkor a 10 az a nagyon lassú, a 20 az a nagyon edzetlen átlagtempó, és egy bringával inkább, ha úgy közlekedünk, akkor megyünk 30-al is. Kíváncsi lennék ezek után, amikor hallják ezt az érdeklődők, hogy nézzük már meg egy sima járdás, egy órás időszakot, hogy ott hányan mennek el bringával, és milyen tempóval. Így van, és ugye arról nem beszélünk, hogy mondjuk nem tudom most mennyi a magyar szabvány járda szélesség, de hogy egy szabvány bringának mondjuk 65-70 centi széles kormánya van, ami lényegesen nagyobb teret harap ki abból a területből, mint mondjuk a rollernek a kis 40-30 centis csutkája. Tehát, hogy szerintem nem gondolom azt, hogy tévút a kerékpárok szabályozását mintául venni a rollerek szabályozásánál, de nagyon-nagyon sok a két eszköz közötti differencia talán. Igen, ebben nagyon nehéz állást foglalni. Én is húzok még mindkét irányba, és akkor azt gondolom, hogy a bíróság is még itt tart. Bár azt már ki lehet mondani, hogy a mostani hatályos kresszünk alapján, sőt, bocsánat, hivatalos, az egyébként sokak által ismert 2019-ből származó jogszabály értelmezés is rendelkezésre áll, itt a belügyminisztériumi tájékoztatásra gondolok, ahol kerekperec le van írva, és az nyilván mindenki számára egyfajta segítség a jogszabály értelmezéséhez, hogy az elektromos rollereket mindaddig, amíg nincsen tételes jogi szabályozás, segédmotorkerékpárnak kell minősíteni. Mindegyiket? Hát jelen állás szerint... Azt is, amelyiknek a kisebessége 25? Jelen állás szerint én azt gondolom, hogy igen, tehát nincs a bíróság vagy a jogalkalmazók kezében olyan egyéb mérőeszköz vagy egyéb segítő adat, ami alapján lehetne, nincs erre jogszabály. Nem mondhatjuk, hogy 25, miért is mondhatnánk? Mert mondjuk Ausztriában, most a kalsamra csaptam, 20. Ott például 20, valóban. És Németországban is tudomásom szerint 20, tehát hogy még csak uniós jogharmonizációról is nehéz beszélni ebben nagyon a szakaszban. Nagyon nehéz, meglepődtem. Én megmondom őszintén, amíg nem másztam bele mélyebben ebbe a témába, és nyilván ennél sokkal mélyebbre lehet, és ott az ember észrevesz, hogy a bugyok még mélyebbek. Azt gondoltam én is, hogy le vagyunk esetlegesen maradva, és lehet, hogy Franciaországban, Németországban, Ausztriában erre megörd. Nem. Tovább megyek. Látjuk azt, hogy az USA-nak is egy tök érdekes szabályozása van. Látunk Nagy-Britannia abszolút tiltót. Ha esetleg nem vagyok pontos, akkor majd valahogy korrigáljuk magunkat utólag. Nagy-Britannia úgy emlékszem, hogy tiltott zóna. Elektromos roller tekintetében csak magánterület. Ausztriában látok olyat, hogy szintén tiltott, de ha esetleg ágazati jogszabály megengedi, akkor legyen lámpa előhátul, legyen bukósisak, legyen csengő. Korrekt. Lehet, hogy abszolút, én is azt gondolom. Aztán, hogyha közelítünk a mi kis országunkhoz, akkor nagyon meglepődtem, látunk önkormányzati szintű szabályokat. Tehát lehet, hogy Füreden, vagy éppen a várban külön önkormányzati rendeletet fogunk látni arra, hogy szabad, nem szabad, egyébként ilyen nem szabad.
Jól értem, hogy ez most olyan, mintha mondjuk a füredi önkormányzat azt mondaná, hogy ide mostantól csak olyan autó hajthat be, ami nem is tudom, dupla tengelyes hátul és teherautó, még egy hasonló útszakaszon a Biatorbágyi meg azt mondja, hogy ide meg nem. Igen, és akkor megint látod, minden fejezetnél visszacsatolunk oda, vagy vissza kell nyúlnunk oda, hogy jogalkotás. Igen, ha az önkormányzat a saját területére szabályokat akar megállapítani, akkor nyilván mérlegelni fog. Most ha Füred, azt hiszem Füreden van bizonyos részre tiltó listára téve az elektromos roller, akkor el kell dönteni önkormányzati szinten, hogy szeretném-e az elektromos rollereseket beengedni, és akár baleseti helyzeteket teremteni, vagy próbálok vigyázni a saját polgáraimra, meg a turistákra. És akkor az egy döntés kérdése. A szabályozás az minden esetben egy döntés kérdése. Az a nem mindegy, hogy milyen bemenő infóink vannak, meg adataink, meg mi alapján tudunk gondolkodni és jó döntés hozni. Feladat-e a jogalkotónak a nevelés? Mert ugye ezeknél az eszközöknél látunk kifejezetten biztonságosat is, ugye mondjuk egy ilyen robogóra emlékeztető elektromos jármű, aminek kormánya van, két egymástól függetlenül működő féke van, ülése van, lábtartót repnie van, kvázi egy elektromos robogóról beszélhetünk, amivel nagy eséllyel még a kevésbé affinisek is tökéletesen tudnak közlekedni, ugyanakkor látunk olyat is, nem ritkán, hogy mondjuk 2 kW teljesítményű elektromos egykerekűvel, mint meg vagy hadnagy, megy a volt futár 60-nal a forgalomban. Ezt amúgy nem hittem el, hogyha nem előttem történik. Szóval, hogy utóbbi elvitathatatlanul nagyobb kockázatot jelent a felhasználójára, mint az előbbi, már csak tényleg az alapvető fizikát figyelembe véve is. Tehát a jogalkotónak feladata az, hogy megvédje az állampolgárt önmagától, és mondjuk sporteszköznek nyilvánítson egy olyan eszközt, ami megkövetel mondjuk egy skillsetet, és megkövetel egy mentalitást. Ez egy nagyon jó felvetés, megint különböző képen közelíthető meg. Mondhatnánk polgárként, hogy engem az állam ne tanítson, ugye? Igen. Libertariánus. Bizony. Ugyanakkor, amikor az állam tanít, nem mindegy, hogy milyen eszközön keresztül. Hogyha azt mondjuk, hogy nincsen kellő jogszabályi háttér, és mondjuk az állam úgy akar tanítani, nem tudom, hogy a tanítás jó szó, terelni, vagy óvni, vagy lehet, hogy ez meg még rosszabb. Lehet úgy nevelni, hogy azt mondom, hogy ez tiltott, és ha ezt teszed, kedves állampolgárom, akkor nagyon nagy büntetést kapsz. Ez egy tanító jellegű. Valószínűleg, és a büntetőjog sem így gondolkodik, a büntetőjog mindig a legutolsó eszköz legyen. A tanításnak az eszköze kell szerintem a jó jogszabály, tehát vagy inkább így fogalmazok, a jó jogszabály lehet a tanítás megfelelő eszköze. A jó jogszabály, mitől jó jogszabály? Attól, hogy tök egyértelműen meg tudom határozni, hogy amivel én most szeretnék eljutni A-ból B-be, az mi? Elektromos roller, akkor az minek minősül? Kell-e nekem bukósisak? Mennyivel mehetek? Behajthatok-e oda? Leparkolhatom-e oda? És mi van, ha esetleg valakibe, esetleg mondjuk egy drága nagy autóba belecsúszok, és igen nagy kárt okozok? Mondjuk a roller kormánnyal kiütöm a fényszórót, ami hát 5-6-700 ezer forint. Igen. A mostani felállás szerint látjuk, hogy vannak már a mostani KRESZ-ből is a bírói gyakorlat alapján kimondható kötelező jellegű szabályok, tehát akkor induljunk ki abból, hogy oda már az eljutottunk, hogy az elektromos roller az segédmotor kerékpárnak minősül. Ugyanakkor látunk olyat is, láttam a saját szememmel, hogy a szabálysértési hatóság felrótta azt, hogy az elektromos robogón nem volt kötelező felelősségbiztosítás. Ha ma valaki felmegy a Mabisz honlapjára, én megtettem, és a gyakran ismételt kérdések között megnézi azt a topikot, hogy milyen járművekre köthetek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, konkrét kérdés is van, köthetek-e biztosítást elektromos kerékpárra, rollerre, akkor azt a választ fogja kapni, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást gépjárművekre lehet kötni. És már rögtön ott vagyunk, hogy megint bele kell, hogy harapjunk a saját farkunkba. Mert hogy most akkor gépjármű? Ezért. Kacifántos a jelen felállás. Nagyon örülök, hogy megemlítetted az elektromos kerékpárokat. Itt ugye a rásegítős kerékpárokról beszélünk, nem ezek, ami vagy nyomaték, vagy fordulatszenzoros, nem ezek a sellőszerű rettenetek, ahol húzod a gázt, és megy, amíg tart az ólomakú. Szóval, hogy az elektromos kerékpároknál ez már valahogy megoldott. Hiszen ott azt mondták, hogy 25 km/h rásegít, 250 watt névleges teljesítmény,
és nem gázkorral szabályozzuk, hanem tényleg a pedálfordulathoz az általunk kifejtett erőhöz igazítja a leesés mértékét. Ha ott ez meg tudott valósulni, akkor a többi mikromobilitási eszköznél ez miért nem tud? A bicikli felépítésének kötöttsége az valamilyen szinten... Vagy inkább a hajtás? Valószínűleg a hajtás. Az elektromos bicikli, ugye, ahogy te is fogalmaztad, önerővel is hajtható, simán emberi, vagy, és rá segít a motor. Itt van egyébként a gyűjtő kategória, és az USA szabályozás egyébként szerintem egyben bölcsebb. Az elektromos rollert, ha gondolom kikapcsolom, vagy épp lemerült az aksi, akkor tolom, ugye? Így van. És akár tudom, nyilván nem kényelmes, meg nem életszerű, hogy valaki úgy használja, de tudom gépi meghajtással is üzemeltetni, meg tudom a saját erőmmel is üzemeltetni. Van olyan eszköz, monocikli, jól mondom, vagy különböző néven, amit csak úgy tudsz működtetni, ha bekapcsolod, így van. Gyanítom, hogy itt lehet a különbség egyébként. Tehát az elektromos kerékpároknál, én most nem vagyok naprakész, de látható, hogy ez kialakult. Sőt, már azt is tudjuk, hogy hol tudom azt használni. A bicikli felhasználási jellegése, felépítése ad annyi keretet, hogy a jogalkotók tudnak határozottan. Talán sokkal egyszerűbben kezelhető. Tehát azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy az emberi meghajtás mellé ott van a gépi meghajtás, és mint ahogy te is hivatkoztad, ma már olyan pici szerkezetekből olyan nagy erőket tudunk kisajtolni, hogy iszonyat tempókat tudunk megvásárolni, ha szabad így fogalmazni, fillérekből, és adott esetben potenciális veszélyt jelenthetünk saját magunkra, meg a közlekedés biztonságára. És valószínűleg így kell gondolkodni a jogalkotónak, amikor szabályoz. A 25 km/h alatti problémakör már tiszta, de mielőtt tovább lépünk a 25 km/h felé, itt a felelősség kapcsán felmerült bennem egy kérdés, ami úgy érzem, hogy teljesen jogos, például itt a Mabisz oldalán, amit írtál, ez egy gond, hogy ugye nagyon sok bérlős eszköz van. Különféle szolgáltatók elszórva itt ott a városba, applikációt letöltöd, lecsippantja a kártyát, odamész, mehetsz. És ha mondjuk itt történik olyan anyagi káros baleset, ami visszavezethető az eszköz, a jármű műszaki állapotára, akkor itt hogy oszlik meg a felelősség? Mert egy bérautónál ez kialakult. Nagyon jó a felvetés, és kiindultunk onnan, hogy elektromos roller, meg mit kezdünk az elektromos rollerrel, jármű, nem jármű, gépi meghajtású jármű, stb. Ez egy terület, ez a KRESZ, meg az egyéb ágazati jogszabályok, és akkor ahova most áteveztél, az tulajdonképpen a polgárjog. Mi van, amikor egy bizonyos eszközzel kárt okozok másnak? Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy kötelező gépjármű felelősséget, meg kötelező felelősségbiztosítást nem tudunk kötni, legalábbis a tegnapi tudásom szerint nem, ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy ma már a legtöbb biztosító lépett, és vagy egy lakásbiztosítás, vagy egy valamilyen felelősségbiztosítás keretében be tudom magamat biztosítani arra, hogyha én most innen tőled elindulok a Váci út felé, és azt gondolom, hogy ott raktam le az automat, és róla ezek egy jót, és ne adj Isten, balesetet okozok, akkor az én biztosításom terhére majd a kár meg fog térülni a másik oldalon. Ilyen tekintetben valószínűleg inkább a bérlős cég, tehát a bérbeadó cég. Oda meg valószínű, biztos vagyok benne, ha nem így járna el, akkor az elég nagy hazárdírozás. Egy ilyen szolgáltatásnál alaptétel szerintem, hogy a biztosítás olyan teljes körül legyen, hogy se maga a használó, mi van egyébként, és akkor lehet még mélyebbre menni, mi van, ha az eszköz okoz bármiféle kárt a használójának, mert az aksi kigyullad, mert megrázza, mi van, ha a használó okoz másnak műszaki hiba miatt, amit te mondtál, vagy a géphibája miatt, vagy az ő figyelmetlensége miatt kárt. Ez mind külön vizsgálandó, és azt gondolom, hogy ez mind olyan biztosítási feltétel, amire valamit kéne kötni, és gyanítom, hogy azért ide el is jutott a mai, vagy európai biztosítási. Akkor lesznek igazán érdekesek a dolgok, hogyha elengedjük ezt a 25 km/h-t, és felmerülnek azok a gépek, tényleg még mindig lehet rendelni tömkelegével azokat a akár kétkerék meghajtású rollereket, amelyek 70-80 km/h-val gond nélkül mennek, 2-3 kW a teljesítményük, futóművük van, fékrendszerük van, de pont ezek miatt már csak úgy vehetnének részt a forgalomban, hogyha rendszámot kapnak. És bár mondjuk van rajtuk index, van rajtuk fényszóró, tehát elviekben akár rendszámozni is lehetne őket, de tudomásom szerint azért a homologizáció azért nem annyira megoldott, ami az egyik előfeltétele a forgalomba helyezésnek. Én is azt gondolom, hogy valahol biztos, hogy kéne húznunk egy határvonalat, ugye? Amíg azt mondjuk, hogy sebesség, korosztály, felszereltség, erő alapján besoroljuk inkább a kerékpár felé, és a vonal fölött pedig azt mondjuk, hogy ez már gépi hajtású. Csak akkor megint megnyílik a komoly tárház miatt egy olyan szabályozási szükséghelyzet, hogy az egyik nulláról gyorsul 3 másodperc alatt 100-ra,
akkor most azt hogy kezeljük? Az az egy nagyon veszélyes eszköz, és ugye? Ez egy 6-7 sportmotor. Vagy milyen tempót tud, plusz akkor még lehet ez tovább. Mi van, ha én megveszek egy 25 km per óra maximum sebességre kalibrált eszközt, majd valahogy a neten letöltök valami alkalmazást, nem vagyok nagy tech guru, de simán, szerintem egy 14 éves van megcsinálja 3 perc alatt, egy USB kábellel belemászik a szoftverbe, és utána 40-nel, de szerintem a legtöbb roller már így tud működni, tehát azért ne legyünk, és akkor előjön a régi emlék, amikor az 50 köpcentis motor az nem 50 köpcentis volt. 70-es henger felugrott. Csak ott azért ránézett a erre, és rögtön megmondta, majd egy fekete dobozon nem fogjuk megtudni, vagy nem tudjuk megmondani, hogy mit tud az a kicsi eszköz. Tehát én azt gondolom, hogy pont ez okozza a legnagyobb problémát, és talán erre még nincsen világszinten megfelelő. Tehát nem nagyon láttam olyat itt a tanulmányozás közepette, amikor valahol tök egyértelműen átlátható szabályozás van. Ilyenekhez tudunk nyúlni a sebesség, el kell dönteni, hogy hol húzzuk meg azt a határt, amikor esetleg vezetői engedélyt követelünk meg. Sok esetben ilyet is látunk. Rendben van, tulajdonképpen megint mindkét oldalról kell nézni, kell az e-rolleresek oldalát is nézni, meg kell a többieket is. Tehát itt az egyéb közlekedőket, vagy épp nem közlekedőket. Megint a kerékpáriport kell ide hivatkozni, hogy például ugye ott ismert az S-pedelek fogalma, speed pedelek, amely már 45 km per óráig képes rásegíteni, ellenben fényszórója van, ellenben féklámpája van, ami a fékhúzásra felvillan, és még egy csomó-csomó egyéb követelménynek megfelel. Például már csak ugye B-s jogsival, kresszvizsgával vagy B-s jogsival lehet vezetni kimennivel a forgalomba. Ezen felül pedig ismert az R-pedelek, a részpedelek, ami semmiféle szabályozásnak nem felel meg, és csak zárt pályán használható. Tehát a bicikliknél, az elektromos rásegítésű hibrid bringeknél megint meg tudták tenni ezeket a distinkciókat. Akkor itt most mi az, ami miatt megint csak falakba ütközünk? Vagy honnan közelítünk, igen, mit szeretünk tanítani, szabályrendszert adni, úgy utána mindenki tudja a dolgát, meg egy kicsit akarjuk is védeni a többieket, azt gondolom, hogy itt lehet. Itt kigyűjtöttem pár államnak a szabályozási rendszerét, és nem akarok senkit fárasztani. Például az USA, az nekem ezt tetszett a legjobban. Ő nem szokványos városi közlekedési eszköz gyűjtő kategóriát alkalmazza. És ebbe egy csomó minden belefér. Így hívják, hogy nem szokványos közlekedési eszköz? Aha, ennek van egy... Igen. Nem írtam ki, sajnos ennek van egy szép betű kombinációja. Ugyanakkor, bizony, nyilván, ahogy szoktuk látni, ahány tagállam annyiféle, de azért van, amikor adott esetben 36 tagállam ugyanúgy szabályoz. És ők például külön, tehát van egy gyűjtőkategória, és ahol már úgy gondolták, hogy képes vagyunk arra, hogy konkrétan az adott eszközzel szabályrendszert adjunk, ők például az elektromos gördeszkára, hoverboardba más-más szabályozást alkalmaznak. Ők honnan közítenek egyébként, és szerintem itt lehet megint a határvonal, hogy azt nézik első körben, hogy tudod-e emberi erővel hajtani, vagy nem. Ha nem tudod emberi erővel csak és kizárólag hajtani, akkor az nyilván gépi. Ha gépi, akkor már a szabályrendszer indokolt. Németországban tudomásom szerint akkor lehet valami e-roller, ha van neki kormány rúdja. Igen, és ott ezzel, is talán a Segway-t ugye... szokták tőle elválasztani. Igen, és ezzel ugye ki is húzzák a méregfogát a dolognak, hogy az elektromos egykerekű, meg a egykerekű gördeszka, meg az elektromos gördeszka, az nem lehet elektromos roller. Valószínű egyébként, és megint csak a jogalkotáshoz megyek vissza, mindig a legegyszerűbb a legjobb. Tehát ha találnánk-e valami teljesen egyszerű receptet, hogy azt mondja, hogy ha ennyivel mész, akkor ez, ha annyival mész, az, ha a kilovatthoz kötjük, akkor így működik, meg így szabályozzuk, akkor ez egy követhető. Az van, hogy minél mélyebbre megyünk, és ezeket az eszközöket külön kezdjük el vizsgálni, annál bonyolultabb rendszert fogunk hozzá társítani, annál átláthatatlanabb lesz a rendszer, és lehet, hogy látunk majd egy hosszú, részletes jogszabályt, de senki nem fogja érteni, ergo nem tudjuk betartani. Lásd, én bevallom őszintén, mert nyilván kerékpárral kapcsolatos büntetőjogi ügyünk nem nagyon volt, de az, hogy, és megkövetem magam, ha tegnap előtt valaki azt mondja, hogy tudtam, hogy a járdán 10 km per óra, azt mondom, hogy nem hiszem, hogy a keresztben van ilyen, és meg fogadtam is. Valószínűleg nem tudják. Valószínűleg sok szabályt nem ismerünk, ergo hogy várható el, hogy tartsuk be? Tehát kéne valami nagyon egyszerű rendszerbe egy-két fő szabályrendszert előírva megtanítani? Jogosítványhoz rendelni? Biztonságot adni a polgároknak, csak megint valaki visszazúgolódni fog. Habár tudjuk, hogy a hit és erkölcs egy nagyon fontos tantár, de lehet, hogy az alapvető kressz ismeretek
elférnének az oktatásban. Sem lenne, így van. Zárásnak két érdekes kérdés kéne még szerintem átbeszélnünk. Az egyik, hogy amikor mi először felvettük a kapcsolatot, említetted, hogy amúgy most van egy ehhez kapcsolódó ügyed, ahol úgy történt rolleres baleset, hogy ketten utaztak a rolleren. Tehát a személyszállítás kérdésköre. Baleset állítanak nem volt. Igen? Uh-huh. Jó hallani. Amennyiben erről egy kicsit beszélhetsz, nem tudom, hogy ennek nyilván nevek és egyebek nélkül mennyire sajtónyilvános a dolog, de hogy itt mi történt, és mi volt a tanulság, és mi volt a kihívás? Név nélkül abszolút lehet. A kihívás pedig pont az, és erre már így a beszélgetésünk elején céloztam is, hogy pont ez az ügy volt az, a történeteként annyi, tényállás annyi, hogy van egy édesapa, van a 10 év körüli gyermeke, a hétvégi házuknál az apukaiként a roller megvásárlása után kipróbálta, megnézte, hogy mit tud, elég jól megismerkedett az egyébként 20-szal guruló rollerjával, és az volt a komoly vasárnapi projekt, hogy a kisfiával elmennek kiflit venni. Ehhez viszont óvatatlanul egy kicsit érinteni kellett a főutat, ergo észre se vették, simán belesétáltak, belegurultak egy tényállásba nevezetesen. Az elektromos roller, ugye amit most gépjárműnek tekintünk, két személlyel közlekedett, ergo utasszállított, hiba. Nem volt rajtuk bukósisak, hiba. Nem volt kötelező gépjármű felelősség biztosítás, hiba. És pont ez az ügy volt az, amikor, és erre céloztam a korábbi, amikor erre az ügyre való felkészülés komolyabb kutató munkát igényelt, és komolyan mondom, hogy egy egyszerű kocsmai verekedéses büntetőjogi tényállásnál, amikor egy óra alatt ítélet születik jogerősen, és lehet, hogy felfüggesztett, vagy nyilván sokkal komolyabb téttel játszik a vádlott, jóval egyszerűbb ügynek nézett ki, hisz pont a besorolás, meg a jogalkalmazás, meg a kicsit van jogszabály, kicsit nincs alapján, a rendőrség ez a dolga, a rendőrség értelmezése szerint ez kérdés nélkül annak minősül, mint ami. A jogkövető állampolgár, aki egyébként jogalkalmazó, nem jogász, de abszolút nem mondom, milyen területen dolgozik, tehát érzékeli, hogy minden terület jogszabály dömpinggel van mostanában leszabályozva, tehát megérteni, hogyha ez amit ő elkövetett szabálysértések minősül, és mégis arra kellett érvelnünk, hogy akkor mondja meg nekünk most valaki pontosan, hogy a keresztben hol van, mert akkor azt értjük. Nem szabad ilyen kiterjesztően, és akkor ide nyúlunk vissza, hogy a mostani helyzetben azzal, hogy van egy belügyminisztériumi utasítás, vagy nem is tudom minek, vagy ilyen értelmezési segédlet, az nem jogszabály. Az ahhoz, hogy állampolgárként el tudjunk az országunkban működni, tudjuk a jogainkat, kötelezettségeinket, ezek ilyen alaptételek, ahhoz tök átlátható rend kéne. Jelen esetben lehetett ezzel védekezni, nem árulok zsákba macskát, nem jártunk sikerrel. Annyi volt a visszaigazás a bíróság ítéletében, vagy pontosan határozatában, hogy ő a mostani jogalkalmazás alapján úgy gondolja bíróként, hogy ez már pedig inkább segédmotorkerékpár, ergo tényállás, ergo szabásértés, így ez a három megvalósult, de zárójelbe oda teszi, hogy lehetséges, hogy van az országban másik bíró, aki másképpen gondolja. Ki fog alakulni a rendszer, akkor is, hogyha egyébként nem lesz erre pontos jogszabály. Csak érdekességképpen tudható ennek jelenleg a büntetési tétele, ennek a három szabálysértésnek? Hát itt a mi ügyfelünk, mondhatom, név nélkül 20 000 forintos pénzbírságot kapott. Ez nyilván elvi kérdés, és én is a szakmai kíváncsiságból, vagy a irodai szinten is szakmai kíváncsiságból készültünk fel és kísértük el. El tudtam volna képzelni a másik típusú végzést, és amikor azt mondtam volna a bíróság, hogy már pedig nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mi az a szabálysértés, tehát megint alaptételek. Akkor tudok bűnt elkövetni, akkor tudok szabálysértést elkövetni, ha konkrét szabály van. Most így van is, meg nincs is. Ezért nehéz a mostani helyzet. Ez így érthető és kerek, és köszönöm. Egy nagyon fontos kérdés van még szerintem hátra ezzel az egésszel kapcsolatban. Ahogy az elején beszéltük, a gát már átszakadt. Tehát nem lehet úgy kettőt lépni. Én úgy érzékelem. Nem lehet kettőt lépni, hogy ilyenbe belepussunk. Aki most nagy megelégedettséggel használja az elektromos eszközét, a rollerét, hívjuk tényleg rollernek, hogy egyszerűbb, az ezen a ponton még szerinted számíthat arra, hogy ahelyett, hogy itt elkezdenek a jogalkotók keményen dolgozni, és egy mindenre kiterjedő, de mégis érthető rendszert kiépíteni, hogy azt mondják, mint mondjuk Angliában, hogy ezek sporteszközök és forgalomtól elzárt területen szabad használni, mindenhol máshol tilos? Tehát számíthatunk még tiltásra? Ez döntés kérdése. Nem vagyok jós, és azért azt is látjuk, hogy ha most a jogalkotó valamit gondol szakmai alapokon, lehet, hogy amire eljut, oda, hogy a hatályba lépne a jogszabály, lehet, hogy változik a világ.
lehet, hogy másképp állunk majd az elektromos rollerekhez is akár. Mindenképpen feladat, mindenképpen valami nagyon egyszerű rendszer kéne, valami követhető. Egyébként meg amióta ez a hivatkozott ügy bejött az irodánkba, vagy az ügyfél lehozta hozzánk, és elmehettünk vele a bíróságra, azóta nyilván rááll a szemem, és szerintem 2 kilométeres távon belül biztosak lehetünk abban, hogy fogunk látni olyan elektromos rollerest, aki valamilyen szabálysértést elkövet, és nem is fogja tudni. Legtöbb állam egyébként azon túl, hogy lehet, hogy nem mondja azt, hogy kötelező a bukós is, csak mindig ott van az ajánlás. Az állam ilyen szempontból egy kicsit segítsen abban is, hogy vigyázzunk egymásra. Végtelenül egyetértek, és én pedig amellett, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy érthető és használható és betartatható szabályozás, amellett mindenki, aki elektromos rolleren megy reggel dolgozni, az nem az autójával megy dolgozni, ami egyrészt jó az általános közérzetünknek, meg jó azoknak, akiknek az autó munkaeszköz, és nem tehetik meg, hogy nem autóval mennek. Abszolút egyetértek, és annyit tegyünk hozzá, és csináljuk, vigyázzunk egymásra, és kész, és működik a világ. Én is így gondolom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt gondolom, hogy most már jól látszik, miért olyan összetett a probléma, de én ennek ellenére is azt gondolom, hogy a tiltás nem megoldás. Rengeteg ember életét teszik könnyebbé ezek az eszközök, tehát ezzel a dologgal foglalkozni kell, muszáj. És nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Írjátok le, hogy nektek milyen tippjeitek vannak a szabálymódosításra, és esetleg írjátok meg azt is, hogy milyen ilyen eszközöket használtok, milyen jó vagy rossz élményeitek vannak ezekkel kapcsolatban. Aztán... ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan találkozunk!